közművesítés 2 milliárdból átadták a déli ipari park felét. Nem figyelnek a fatüzelésnél, könnyen kéménytüzet okozhat a helytelen bekötés. A prevencióra helyezték a hangsúlyt, Csalóka nyugdíjas délután volt Mohácson. A pécsi vonatkozásokat is láthatjuk, Pálosaink a Fehér Barátok címmel nyílt kiállítás a megyeszékhelyen. Köszöntöm nézőinket, a Pannon Televízió pénteki híradóját látják. Közművesített ipari terület utakkal, buszjáratokkal 80 hektáron. Átadták pénteken a déli ipari parkot. A munkálatok 2 milliárd forintba kerültek. A terület kialakításával ideális körülményeket teremtettek a betelepülni szándékozó cégeknek Pécs határában. Államtitkárok, Pécs polgármestere, osztrák és magyar üzletemberek, nagykövetségek, üzleti csoportok képviselői gyűltek össze pénteken a déli ipari parkban. A kertváros szélén található terület közművesített részét adták át. Most bárki ide jöhet, megnézheti a területet, megvizsgálhat mindent, még a földet is megkóstolhatja. Biztos vagyok benne, hogy megelégedetten fog távozni, és gondolkozni fog azon, hogy ezen a területen valóban érdemes lesz majd beruházni. Az osztrák és a magyar üzleti kapcsolatok jó példája, Pécsi Ipari Park, mondta az Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár. Ugyanis a parkot működtető cég részben osztrák kézben van. Rákosi Balázs kiemelte, hogy a kormány támogatja a pécsi gazdaságfejlesztési lépéseket. Azt mondják, hogy az erősek összefognak, a gyengék széthullanak. Ez a projekt, ez az ipari park létesítése egy nagyon jó példája az összefogásnak. A kormánya jövőben is partnerként és komoly stratégiai partnerként tekint Pécsre. A polgármester szerint is meg kell erősíteni a város gazdaságát, ebben segít az ipari park megnyitása, amiben Pécsnek 26% tulajdon része van. Az, hogy Pécs régió központ maradhasson, az, hogy Pécs a kultúra városa maradhasson, és lehetne folytatni a példákat, gazdaság nélkül nem fog menni, erős gazdaság nélkül különösen nem fog menni. Tehát mindenképpen egy olyan történelmi, még egyszer ezt a szót kell használni, kihívásnak vagyunk részesei, amire jelentem, hogy föl vagyunk készülve. A szalag átvágásával és egy fa elültetésével adták át a déli ipari park 150 hektáros területének több mint felét. 80 hektár tereprendezése zajlott le, 840 ezer köbméter földtömeget mozgattak meg, 2-2 kilométer víz, szennyvíz, csapatékvíz hálózat létesült, 2,4 kilométer közforgalom számára megnyitott magánút és kerékpárút épült meg, és emellett egy új szolgáltatóház készült el inkubációs jelleggel. Villamos hálózatot hoztak létre, trafót telepítettek, megtervezték a buszmegállókat és a beindítható buszjáratok vonalait. 2 milliárd forintot fordítottak a munkálatokra. A vasárnapi önkormányzati és nemzetiségi választás 96 eredményét támadták meg csütörtök délig. 23 településen a polgármester választás, 17 településen az egyéni listás választás, 16 településen 49 egyéni választókerületében a képviselőválasztás, továbbá egy megyei közgyűlés, valamint 6 települési nemzetiségi választás eredménye ellen érkezett jogorvoslati kérelem, közölte az MTI a Nemzeti Választási Iroda adataira hivatkozva. Baranya megyében Sumonyban a polgármester választás eredményét támadták meg, míg Pécset egyéni választókerületben van jogorvoslati kérelem a választás eredménye ellen. Minden évben okoz tragédiát a szénmonoxid Magyarországon. A szakemberek szerint egyre többen vásárolnak érzékelőt, viszont a minőségre még mindig kevesen figyelnek oda. Leikauf Tibor, a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetségének elnöke szerint a másik probléma a fatüzelésű berendezések helytelen bekötése. Túl azon, hogy a jogszabály is előírja, hogy ilyen esetben mindig a kéményseprőket ki kell hívni, mert üzembe helyezik, és ha ezt nem teszik meg, akár hatósági útra is kerülhet a dolog. De nem is ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy a jellemző probléma az, hogy rossz kéményekre,
szűk keresztmetszetű kéményekre, alacsony kéményekre kötnek viszonylag nagy teljesítményű tüzelő berendezéseket, aminek az eredménye a kátrány szurokkorom képződés a kéménybe, amiből aztán spontán kéménykiégés, kéménytűz lehet, és hát ebből bizony akár épülettűz, lakástűz is kialakulhat. Ezeket meg kellene előzni. Megvannak a fatüzelésnek a maga egyszerű törvényei, szabályai. Nagyon nehéz meggyőzni az embereket ennek betartásáról, hogy 2 évig például fedett szellős helyen aprítva tárolt tűzifával tüzeljenek, ne terheljék túl a tűzteret, és úgynevezett másodlagos levegőt is adjanak a tüzelésnek. Ezeket meg kell tanulni, mi nagyon szívesen adunk tanácsot bárkinek, aki ilyen dologra szánja magát, várjuk őket. Több hónapos várólisták vannak a pécsi rendelőintézetben, írja a megyei napilap. A mammográfián a leghosszabb az előjegyzési idő, 3-4 hónap. A leletre további 1-2 hónapot kell várni sokszor. Az intézményben növelnék az asszisztensek számát, és kidolgoztak egy tervet. Azt remélik, így harmadával csökkenhet a várakozás. A kardiológián, így ideggyógyászaton, reumatológián 2-3 hónap az átlagos előjegyzési idő. A tüdőgyógyászaton és az ortopédián a kevés szakember miatt kell az átlagosnál többet várni. Csalóka nyugdíjas délután címmel tartott áldozatvédelmi vetélkedőt a Mohácsi Rendőrkapitányság. A vetélkedőn, amelyre az egyesületek 3 kategóriában nevezhettek, a nyugdíjas klubok tagjai figyelemfelhívóan, humoros hangvételben adták elő produkcióikat társaik számára, a trükkös tolvajok régi és újfajta módszereinek felsorakoztatásával. Telve volt szépkorúakkal péntek délután a Mohácsi mozi. A Csalóka nyugdíjas délután címet viselő áldozatvédelmi vetélkedőn a klubok tagjai humoros hangvételben adták elő, hogy hogyan ne legyen trükkös lopás áldozata az ember. A programban az EON is szerepet vállalt. Az EON munkatársai és alvállalkozói is minden esetben fényképes igazolványal tudják igazolni azt, hogy ők valóban az EON megbízásából dolgoznak, ezt mindig érdemes elkérni, illetve a másik nagyon fontos alapszabály, hogy pénzt csak a postáshoz. Az EON munkatársai nem visznek házhoz pénzt, nem fordulhat olyan elő, hogy valaki azt mondja, hogy túlfizetése volt, asszonyom, hoztam egy 20 000-es, de sajnos hát vissza kellene adni, nincsen aprom, vissza tudna nekem adni. Ilyen nincs. Ilyen esetben mindig besurranó tolvajokról van szó. A rendezvényt a Mohácsi Rendőrkapitányság hívta életre, ugyanis Baranyában is megszaporodott az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma. A kapitányság illetékességi területén 1/3-ával csökkent az ilyen irányú bűnelkövetések száma 1 év alatt, köszönhetően annak, hogy a rendőrség több más szervezettel, egyesülettel összhangban dolgozik. Néhány eklatáns példa. Több évre visszamenőleg a történelmi egyházak vezetőivel, lelkipásztoraival ültünk össze, és megbeszéltük azt, hogy istentiszteleteket követően az idősebb korosztály tagjaival elbeszélgetnek, felhívják a figyelmüket arra, hogy mire kell odafigyelni. Rendszeres kapcsolatban állunk a különböző visszolgáltatókkal, illetve az EON ZRT munkatársaival, ugyanis ez a két szolgáltató a leggyakoribb, amelyet úgymond kihasználnak ezek a bűnelkövetők, és az ő fedésükkel elkövetik a bűncselekményeket. De ugyanez igaz a rendőrségre, ugyanis nem egy olyan esetről tudnék beszámolni, amikor úgynevezett álrendőrök a rendőrségre hivatkozva rendőri egyenruhának álcázott öltözékben vettek rá idős embereket arra, hogy kifosszák őket. Dr. Fellegi Norbert elmondta, a mostanihoz hasonló rendezvények kiemelten hasznosak, ugyanis nagy számban tudják itt megszólítani az embereket, és fel tudják hívni a figyelmet arra, hogy mire kell figyelni. Kéregrák pusztít Pécs bányatelepen. A betegség a gesztenyést támadta meg. Pedig a betegség nem új keletű, hazánkban már a 60-as években megjelent a kéregrák, amiről sokan azt hitték, csak szórványbetegség marad, de nem maradt az. Intőjel lehetett volna az egyébként az észak-amerikai totális pusztítás, ahol is mintegy 4 millió hektáron végzett a szelíd gesztenyével, írja a Pécsi Újság. Az egyik aktivista a portál kérdésére elmondta, a teljes gyógyulásnak több komoly feltétele is van. Az egyik legfontosabb elvárás, hogy a kezelt fákat és csemetéket gondozni kell, a területet tisztán kell tartani, szükséges a gyakori kaszálás és bozótírtás is. Hogyan erősíthető a magyar tudás alapú gazdaság, milyen kutatásokat, fejlesztéseket kell támogatni hazánkban? Ezekre a kérdésekre keres választ az S3 stratégia.
Minden magyarországi megyében a kutatóhelyek, gazdasági érdekképviseletek, üzleti élet szereplői állítják össze azt a listát, amely a támogatásra javasolt kezdeményezéseket tartalmazza. Baranyában az országban egyedüliként a kreatív ipar is része ennek. A javaslatok alapján pályázhatnak majd a megyék az uniós forrásokra a jövőben. Néhány héttel ezelőtt meghívtuk a Baranya megyében működő önkormányzatokat, civil szervezeteket, gazdasági társaságokat, kamarákat, hogy gondolkodjunk el azon, hogy a megnyíló új Európai Uniós források rendszeréből a gazdasági és innovációs operatív programban adott 700 milliárd forintból a Baranya megyeiek mennyit szeretnének elhozni. Ez a workshop nagyon jól sikerült, kis túlzással azt mondhatnám, hogy a 19 megyét tekintve itt volt nálunk a legjobb és a legpezsgőbb a vita, a konzultáció, ezt megerősítették az innovációs hivatalba, és pozitív visszajelzést kaptunk, aktívak voltak a baranyaiak. Egy picit előnyben is vagyunk, hiszen azért az egyetem és a kamara területen is azért elég aktív volt az elmúlt időszakban, most is az. Pálosaink a Fehér Barátok címmel nyílt kiállítás pénteken Pécsett. A tárlat kiemeli a pálos rend középkori és kora újkori kisugárzásának legfontosabb, és máig ható eredményét, a lengyel és horvát megtelepedést is. A kiállításban kiemelt helyet kapnak a pálos rend pécsi vonatkozásai is. Két oldalt van, az egyik oldalon a Festetics kódex, a másik oldalon a Cseh kódex. Mind a kettő a nagyvázsonyi pálos kolostor szkriptóriumában, másoló műhelyében készült, és mind a kettő nemes nyelvemlékünk. A Festetics kódexnek a Szűz Mária képe ott van a hátad mögött, ez gyönyörű nagyvitásban így kell elképzelni, mind a kettő a középkori kódex másolásnak a remeke. Imádságokat és magán áhítatosságra szóló imákat tartalmaznak ezek a kódexek. Érdekességük, hogy egy kiállításban még sosem szerepeltek egymás mellett. Pécsett ezeken kívül számos érdekességet tekinthetünk még meg a Pálosaink a Fehér Barátok című tárlatban. Péntektől várja a látogatókat a kiállítás, itt kiemelt jelentőséget kapnak a pálosrend pécsi vonatkozásai is. Fényképeken láthatók azok az épületek, amelyekről valószínűleg Pécs lakosai sem sejtik eredetüket. Felvillantottuk azokat a páros vonatkozású történeteket, pillanatokat, épületeket, neveket, de tényleg csak felvillantottuk, mert ennél azért sokkal mélyebben bele lehetett volna menni, meg sokkal több mindent lehetett volna elmondani, amelyek talán ismerősek a pécsieknek, de nem biztos, hogy tudják, hogy ez páros vonatkozású. Hogy a Líceum templom pálos templom, azt valószínűleg sokan tudják, vagy hogy a pálos templom a Mecsek lejtőjén, de biztos, hogy találkoznak olyan információkkal azok is, akik ezt tudják, amelyet még mondjuk nem tudnak. A tárlat érdekessége ez a sportmotor is, amelyet zöld békának neveznek. Bátor Botond, pécsi pálos szerzetes, ezzel több ízben vett részt motoros zarándoklatokon. Talán ezek a motoros találkozók nem minden esetben illeszkednek egy keresztény embernek a világába, vagy már kicsit unalmas, és a mindig ugyanaz. És aztán így elég sokan csatlakoztak hozzánk. És hát adott egy nagy lendületet az, hogy Częstochowában, a rendi központunkban egy nagyon nagy búcsújáróhely, ott már évek óta volt motoros zarándoklat, ahova több mint 10 000 motoros jön össze, és arra elmentünk, és ez nagyon nagy élmény volt, és azóta is minden évben el szoktunk menni. A Pálosaink a Fehér Barátok című kiállítás október 18-ától 2015. február 8-áig látogatható. Több helyen is forgalomkorlátozás lesz a csütörtökön este megkezdődött 48. Mecsek Rally elnevezésű autóverseny miatt, pénteken és szombaton Pécs és környékén. Október 18-án 8 óra és 19 óra közötti időben a 6605-ös számú út kővágótöttösi elágazás és 70 hely közötti szakasza, 9 óra és este 7:30 között Remeterét és Árpád tető, Remeterét és Abaliget között, Orfű és Abaliget közötti új összekötő szakasza le lesz zárva. Október 18-án 70 helyet Szentlőrinc és Kishajmás irányából lehet megközelíteni, Kővágó Töttös és Bakonya megközelítésére Kővágó Szőlős irányából a Kővágó Töttösi bekötőutat lehet majd használni. Remeterét megközelítésére Pécs irányából a Pécs és Abaliget közötti összekötő utat vehetik igénybe az autósok, Orfűre pedig csak Magyar Hertelenden keresztül lehet majd eljutni.
Összefogott a régió, hogy javuljon a jelenlegi vérellátás helyzete. A két szomszédos megye Baranyával karöltve pénteken véradó napot tartott. Somogyban, Kaposváron és Nagyatádon, Tolnában, Szekszádon és Dombóváron, míg Baranyában, Pécset várták pénteken a donorokat. Reggeltől estig tartott az akciónap. A pécsi részvétel az eddigi átlaghoz igazodott. Baranya, Tolna és Somogy megyében van a régió részei. A különböző időpontokban van a mai napon véradás a különböző vérellátókban. Itt a Pécsi Regionális Vérellátó Központban reggel 7:30-tól délután 5 óráig várjuk a véradókat, és az egyenletes vérellátásra törekszünk, hogy hetente legalább 1100 egységet vegyünk le. A Mohácsi rendőrkapitányság pénzhamisítás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást október 15-én két kiskunfél egyházi lakos ellen. A gyanúsítottak haszontárgyak felvásárlása ürügyén csengettek be egy Mohácson egy idős házas párhoz. A férjel megállapodtak abban, hogy a családi ház elhasznált ablakait felvásárolja, melyhez vele nagyobb bankjegyekből álló pénzösszeget váltatott fel. A középkorú férfi azzal távozott, hogy az általa vásárolt ablakokért később egy fuvaros fog érkezni. Kis idő elteltével az idős sértetnek gyanússá vált, hogy senki sem jött az ablakokért, ezért a kapott bankjegyeket alaposabban megvizsgálta, melyeken elváltozást észlelt. A sértett a lakóhelyhez közeli boltból kért segítséget, ahonnan értesítették a rendőrséget. Az összehangolt rendőri intézkedésnek, valamint az elvégzett adatgyűjtésnek köszönhetően a Mohácsi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának nyomozói a feltételezett elkövetők beazonosítását követően a kiskunfélegyházi rendőrkapitányság munkatársainak segítségével elfogtak két kiskunfélegyházi lakost. A beszerzett adatok alapján a feltételezett elkövetők a később felhasznált bankjegyeket saját maguk hamisították. A 47 éves férfit, valamint pár évvel fiatalabb társát gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A nyomozó hatóság előterjesztést tett előzetes letartóztatásuk indítványozására, ellenük a Mohácsi rendőrkapitányság folytatja a büntető eljárást. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Ketten meghaltak Mőcsényben, amikor egy mezőgazdasági telephelyen a nyers kukorica felvonó alatti kármentő aknát takarították. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat kimutatta, hogy az aknában a levegő oxigén tartalma jóval kevesebb volt, mint ami az életben maradáshoz szükséges. Nyitott sorompó a mezőgazdasági telephely bejáratánál, ahol a tragédia történt. Ennél beljebb nem mehettünk felvételt készíteni. Az egyik férfi egy kukorica szállítására használt liftaknát akart kitakarítani, mert az tele volt vízzel. Munka közben viszont egyszer csak rosszul lett. Társa a segítségére sietett, de mindketten eszméletüket vesztették. A mentőket és a katasztrófa védőket egy munkatársuk hívta ki. A tűzoltók különleges eszközökkel próbálták menteni a bajba jutott férfiakat. A Bonyhád és a Szekszárdi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, akik mentőkötél és mentőállarc segítségével mentették ki a két férfit, átadták a mentősöknek, akik sajnos már csak a halálbeálltát tudták megállapítani mindkettőjüknél. Elképzelhető, hogy a két férfi halálát a víztől erjedésnek indult kukoricából kiáramló gáz okozta. A halotti szemle még kora délután is tartott. A telepen dolgozók akkor még csak találgatták, hogy mi történhetett a két férfival. Annyit tudok, hogy állítólag ketten meghaltak itt. Ennyit hallottam. Úgy tudjuk, ebben a házban lakott az egyik szerencsétlenül járt férfi. A szomszédja azt mondja, néhány órával a tragédia előtt még találkoztak. Reggel még beszéltem is velük, mert oda mentek dolgozni. Itt az alsó szomszéd. A tragédia miatt a rendőrség szakértők bevonásával halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt indított nyomozást, az pedig, hogy a két férfi be volt-e jelentve a munkahelyén, a munkaügyi felügyelet vizsgálja. A magyar lakosság negyede késve fizeti beszámláit, és átlagosan több 10 000 forinttal tartoznak a cégeknek. A legnagyobb problémát a villanyszámla befizetése okozza, majdnem 1 millió fogyasztó késik a befizetéssel. A rezsidíj tartozások összege hazánkban eléri a 100 milliárd forintot, a 60 napon túl is megmaradó kifizetetlen számlák aránya egyre nő. Csak az idei nyáron majdnem 2 millióan csúsztak meg valamely számlájuk befizetésével. Az E.ON szolgáltatási területén átlagosan 32 000 forintos áram és 47 000 forintos gáztartozása van a késve fizető érintett családoknak. A legnagyobb problémát a villanyszámla befizetése okozza, több mint 1 millió fogyasztó késett ennek befizetésével. A lakossági áramszolgáltatásban az ügyfeleinknek kb. 20%-a
a gázszolgáltatásnál 16%, az, aki megcsúszik a számlákkal. Ezért nagyon-nagyon fontos figyelni arra 60 napos időszakra, ami a számla esedékessége és a kikapcsolás között eltelik, és ez az időszak, amikor lehet rendezni ezt a tartozást, lehet rá közösen megoldást találni. Az EON több módszerrel is próbál segíteni azoknak, akik nem tudnak időben fizetni. Az is előfordul, kifejezetten nagy tartozások esetén, hogy egy személyes felkereséssel próbálunk erre megoldást találni. Nyilván ez közös érdek, hisz hogyha egy havi számla fizetése gondot jelent a család számára, akkor hogyha telik az idő és a következő havi számla is megérkezik, akkor még nehezebb kezelni ezt a problémát. Van, aki részletfizetést kér, ez is egyfajta megoldás lehet. Ha azonban sehogy sem sikerül megoldani a problémát, és a számla kifizetetlen marad, akkor a kikapcsolás a következő lépés. Ezután a költségek már csak halmozódnak, hiszen a későbbi visszakapcsolási díj is az ügyfelet terheli. Érdemes tehát odafigyelni a fizetési határidőkre. Megkérdeztük az utca emberét is, hogy ki hogyan, milyen szisztéma szerint fizeti be csekjeit, s mindez időben teszi-e. Egyszerre, nyugdíj után. Nyugdíj után. Határidőket szokta figyelni? Szoktam, de mindig beleférek. Az energiaszámlák mennek először, villanygáz, majd a víz, és aztán az ilyen egyéb közüzemek, internet, tévé, ilyesmi. Figyeltek a határidőkre, vagy szoktatok csúszni vele? Előfordul, hogy csúszunk vele, a felszólítások jönnek azonnal. Ha megérkezik, akkor utána megyek a postára. Sose fordult még elő, hogy csúszott? Nem. Az EON adatai egyébként azt mutatják, hogy a tartozások összege nem mutat jelentős változást az elmúlt évek átlagához képest. A 60 napon túl is megmaradó tartozások összege azonban egyre nő. A rezsidíj tartozások összege hazánkban eléri a 100 milliárd forintot, közel 2 millióan pedig rendszeresen csúsznak a befizetésekkel. Az egész mezőgazdaságra kiterjedő áfacsökkentési programot állít össze a kormány számára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Erről Györfi Balázs, a kamara országos elnöke beszélt Szekszárdon. Györfi Balázs azt mondta, hogy terveik szerint az adócsökkentés mértéke ágazatonként változna, és elsősorban az határozná meg, hogy az egyes szektorokat milyen mértékben érinti az adócsalás. 27-ről 5%-ra csökkent az élő és félsertések után fizetendő áfakulcs január 1-től. A kormány még tavaly novemberben döntött az áfa csökkentésről, amitől főként a fekete gazdaság kifehérítését várták. A januári áfa csökkentést hamarosan újabb követheti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara már dolgozik azon a programjavaslaton, amivel például a takarmánynövények áfája is jelentősen mérséklődhet. De nem csak a sertéseknek szánt kukorica lehet olcsóbb. A kamara országos elnöke szerint az adócsökkentés az olyan munkaigényes ágazatoknak is jót tehet, mint az élelmiszer feldolgozás vagy a kertészet. A mi szándékaink szerint a sorrend pedig azt szerint lenne meghatározva, hogy mekkora mértékű az a fertőzöttség, ami a fekete gazdaság jelenlétét mutatja ugye az egyes ágazatokon belül, tehát azok ágazatok, amelyeket jelentősen sújt az áfa csalás kérdése, azoknál mindenképpen az áfa csökkentés az rövid távon is már az ágazat működőképességét, rentabilitását tudja biztosítani. Ahhoz, hogy a magyar mezőgazdasági termékek a nemzetközi piacon is versenyképesek legyenek, az áfa csökkentés mellett nagy szükség van a minden gazda számára ingyenesen elérhető szaktanácsadásra és növényvédelmi előrejelzésre, mondja a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Azzal támogatjuk a termelőket, hogy nagyon odafigyelünk a kutatók munkájára, és azokat a híreket visszük a termelők fele, és biztosítjuk azt, hogy a kritikánkkal előre mozdítjuk a versenyképes technológiák fejlesztését. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara akár már néhány hónapon belül a kormány elé terjeszteti az áfa csökkentési program javaslatát. Javítani kell az egészségügyi ellátás színvonalát, hogy ma is érvényes legyen, ami korábban az alkotmányban rögzítve is volt. Jogunk van az egészséghez, és ahhoz, hogy a betegek a legjobb és legkorszerűbb szolgáltatást kapják, mondta Jávor András. A Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke Kaposváron tartott előadást, ahol az egészségügyet érintő tervekről és változtatásokról is beszélt.
Az elmúlt 25 év alatt jelentős átalakuláson ment keresztül az egészségügy, hiszen magasabb szaktudást követelnek már az orvosoktól, és a betegeknek is nagyobbak az elvárásaik az új gyógyászati módszereknek köszönhetően, mondta Jávor András, aki orvosként és kormánytisztviselőként is figyelemmel kíséri az ellátás rendszerét. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének előadásán kitért arra is, hogy évtizedekkel ezelőtt nem voltak még protézisek, ma már viszont mindennapos az alkalmazása. Jávor András szerint jelenleg a betegeknek az életszínvonal a nagyságrendekkel jobb, mint a rendszerváltás idején. Nagyon gyenge volt az alapellátása a magyar egészségügynek. A házi orvosi rendszer még nem létezett, körzeti orvosok voltak gyakorlatilag, és nagyon alacsony volt a körükbe az úgynevezett befejezett ellátás aránya, magyarul mindenkit tovább küldtek rendelőintézetbe vagy kórházba. Ezért nagyon sok férőhely kellett a kórházba, nagyon sok kapacitás kellett a rendelőintézetekben, ami nagyon drága, mert minél följebb megyünk, annál drágább egy betegellátási rendszer. Nem kell túlságosan feljebb menni ahhoz, hogy várólistára kerüljünk. Ma már a laboratóriumi vizsgálatokra sem kerülünk be egyből, akár heteket, hónapokat is kell várni. Ez az egészségügyi ellátásban az egyik legégetőbb probléma, bár nem csak hazánkban van ez így, tette hozzá Jávor András. Mindenhol, minden lépést megtesznek azért, hogy ezek csökkenthetők legyenek. Nyilvánvaló, hogy keresik azokat a megoldásokat, ami nem csak közfinanszírozott formába tudja ezeket felszámolni, mert az az ember, akinek van anyagi lehetősége, akkor a szervezet keretek között gyakorlatilag nem előz, hanem gyakorlatilag más csatornán kerül ellátásra. A Magyar Kórház Szövetség is célul tűzte ki, hogy legyen lehetőség a fizetős betegek soron kívüli ellátására a várólistás műtétek és diagnosztikai eljárások esetében. Szerintük reális, ha valaki ki tudja fizetni a műtétet, várakozás nélkül megtehesse azt. A bevételből nem csak a nem fizetőképes betegek ellátását gyorsíthatnánk meg, de az orvosok és nővérek is többletjövedelemhez juthatnának. Híradónk végén főbb témáink még egyszer röviden. Közművesítés 2 milliárdból, átadták a déli ipari park felét. Nem figyelnek a fatüzelésnél, könnyen kémény tüzet okozhat a helytelen bekötés. A prevencióra helyezték a hangsúlyt, Csalóka nyugdíjas délután volt Mohácson. A pécsi vonatkozásokat is láthatjuk, Pálosaink a Fehér Barátok címmel nyílt kiállítás a megyeszékhelyen. Szombaton szikrázóan napos, friss idő várható, eső nem lesz, reggel 7, délután 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Vasárnap párás, napközben változóan felhős idő várható. Elsősorban délen lesz tartósabb napsütés, napközben 20 fokig melegszik a levegő. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!